ez se ma volt, hogy mi utoljára beszélgetszünk. Hajad is milyen! Sziasztok! Kei vagyok. Itt vagyok, és élek. Nem tudom, mit mondjak igazából ennyi idő után, nem is tudom, hogy igazából van erre most érdeklődés, de gondoltam, egy gyors update-et azért tartok így, hát majdnem pontosan egy év után. Nincs még egy éve. Nem, még nincs egy éve. Szeptemberben lesz egy éve. Nagyjából. Amit szerettem volna mondani, egy, tudom, pattanásos a fejem, engedjük el, nem tudom, mi történik. És amit még szerettem volna mondani, hogy nagyon sajnálom, mert legalább bejelenthettem volna azt, hogy nem lesz videó mostantól, az az igazság, hogy az egész ideköltözés nem volt olyan egyszerű, mint én ezt alapjáraton gondoltam volna. De hát, mindenki tudja, milyen az, mikor az ember egy álomvilágba jön, és úgy képzeli, hogy minden úgy lesz, ahogy eltervezi. Nem úgy lett. De itt vagyok, továbbra is. Brightonban, álmai városában igazából, szóval nem panaszkodom, szó nincs róla. Mivel őszintén szóval nem tudom, hogy miről lehetne kontentet gyártani, és most egyelőre nem is vagyok nagyon ott, hogy ezen gondolkozzak, mivel hogy jelenleg épp betanulok munkában, hogy előléptetnek. Ja, szóval nagyon sokat kell tanulnom, emiatt most biztos, hogy nem lesz időm komolyan gondolkozni komolyabb videókon, viszont szerettem volna bejelentkezni nektek, hogy egyébként élek, és meghalt a képszerkesztőm, videószerkesztőm. Jó, beszélni még mindig nem tudok, ami nyújt ide rakhattam volna, nem? Hú, én beszélek egyre gyorsan. Tessék. Most már legalább van egy nyújunk, az már valami. Szóval amire én gondoltam jelenleg, az az, hogy biztos csomó kérdésetek van. Tegyétek föl. És legalább egy update videót feldobok nektek még, mielőtt igazából összeszedem magam annyira, hogy egy értelmes videót összerakjak nektek, meg itt látjátok, hogy a háttér nem annyira iszki. És nem tudom, hol lehetne ezt úgy felvenni, hogy jó legyen, szóval ez a másik probléma, amit most jelenleg élek, hogy tényleg nem tudom, hol lehetne felvenni úgy videót, hogy ilyen ahhoz, amit eddig csináltam. A hajam az egy totál káosz, ne haragudjatok. Szóval, bocsánat, tényleg, nem így terveztem, de akkor is így lett volna legalább annyit bejelenteni, hogy sziasztok, ne haragudjatok, de el fogok tűnni. Nagyon sokan írtatok is emiatt, nagyon sajnálom, hogy hát most őszinte leszek veletek, telibe szartam. De akármennyire telibe szartam, valójában nem szartam telibe, mert nagyon sokat gondoltam arra, amit írtatok, és teljesen jogos az, hogy így elhagyni titeket nem volt valami szép dolog. Viszont szeretném, ha tudnátok, hogy minden oké, rendben vagyok, és élek, csak egyszerűen. Nagyon sok minden változott, nagyon sok minden nem tudok jelenleg nektek csinálni, amit régen csináltam, gondolok itt a Lush-ra, mivel gondolom összeraktátok abból, amit mondtam, hogy a Lush-ba nem kerültem be. Máshol dolgozom jelenleg, és pénzileg nem tudom megengedni magamnak, akármennyire jobb Angliával fizetés, mint amilyen máshol hagyjuk. Két dolog, az egyik az, hogyha van ötletetek, amit szeretnétek látni a jövőben, akkor légy szíves, írjátok le. A másik pedig az, hogy ha van kérdésetek, ami felmerült bennetek ez alatt az egy év alatt, megpróbálom megválaszolni, nem ígérem, hogy mindent megfogom, mert van egy dolgom, amiben nem szeretnék belemenni. Szóval, ha van kérdésetek, ami érdekel, nem tudom, lehet Angliával kapcsolatos is, de ha nem muszáj, akkor inkább ne legyen, írjatok nekem, és megpróbálom megválaszolni őket. Annyira rég beszéltem normálisan magyarul, mivel otthon általában úgy beszélünk, mint a falusi csicskák, hogy azt sem tudom, mit csinálok jelenleg, és megint úgy hangzik a magyarom, mint régen, amikor elkezdtem a YouTube-ot, hogy így falusi lányka próbálkozik keményen. Ja, kérdezzetek, csinálunk egy update videót, és utána megbeszéljük, hogy mi legyen tovább, biztos találunk majd valami megoldást, mert én is szeretnének titeket már látni. Én is megpróbálom megoldani a videószerkesztős problémámat, ami jelenleg van, és utána meglátjuk. Szóval ez vagyok én, egy év után, hajam jó sok van, és minden oké, tényleg. Szóval, ha van kérdésetek, akkor csapassátok, és beszélgessünk valamit. Ez most a legtöbb, amit össze tudok nektek hozni, és remélem azért értékelni fogjátok. És higgyétek el, hiányoztok. És nagyon fura most úgy élni, hogy igazából nem vagytok itt, hogy feldobjátok a napomat, mikor pont nagyon rossz napom van, mert annó nagyon sokszor kaptatok el random az utcán pont, amikor nagyon rossz napom volt, és nagyon sokat segített mentálisan, tehát ez azért hiányzik, azt nem fogok hazudni. De egyébként minden jó, de nem vagyok elveszve, és vissza fogok térni, és terve van. Elmondani nem tudom, hányszor gondoltam rátok ez alatt az egy év alatt, hogy nem ülök ide, de soha nem vettem rá magam. Szóval azért döntöttem most így, hogy hiába beszélek össze-vissza, de leülök ide, és hajrá. YOLO. Valószínűleg, mikor visszanézem ezt a videót, sírni fogok, hogy mi ez a szar. De nem baj, ez most tényleg csak nektek egy gyors update, hogy egyébként élek. És akkor találkozunk a következő videóban, amiről tudjuk, hogy mi lesz az most én. Szóval nyomassátok a kérdéseket,
nézzük meg, hogy mit tudunk ebből kihozni, nézzük meg, hányan vagytok, akit egyáltalán érdekel ez a content, mivel jelenleg amennyit dolgozom, és amivel dolgozom, nem lesz olyan könnyű ezt csinálni, mint régen volt. Szóval ja, mindenképp, ha még itt vagytok és érdekel ez az egész macukei dolog, akkor írjatok egy kommentet, még ha csak azt írjátok le, hogy nem tudom, csokis banán, az is igazából valami. Ez voltam én, és kifogytam minden mondani valomból. Nagyon elszoktam ettől, tényleg ne haragudjatok, azt se tudom, mit csinálok. De azért remélem, hogy néhányatokat boldoggá fog tenni, hogy újra látjátok a hülye popámat. Macukei voltam, és találkozunk a következő videóban, akármi is lesz az. Sziasztok! We'll be right back.